Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, ámen. Június 6-a szombat van, a mai napon az evangélium Márk könyvébe a 12. fejezettőben, a 38. mondatától 44. mondatáig. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Fölélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemmel a templom perse, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a persebe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta a tanítványt, és így szólt hozzájuk: bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a persebe, mert ők a feleslegükből adakoztak, ez még mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, érdekes Jézus tanítása, amikor hangsúlyozta, avval kezdi, hogy óvakodjatok az írástudóktól. Ők azok az emberek, akik tényleg az írást tanítják a népet, és jól ismerik a Tórát, jól ismerik magát a törvényeket, és akkor, amikor hangsúlyozta, hogy óvakodjatok az írástudóktól, arra hívja fel a figyelmet, hogy valahol szívük mélyén nincs meg még a megtérés. Ott van persze az ajkukon, persze nagyokat imádkoznak, de közben jól is meg is élnek a dolgokból. Nyilvános tereken köszöntik őket, elismerik őket, valahol meg is kapták már jutalmukat, keményebb ítélet vár rájuk. Ehhez képest érdekes az az özvegyasszony, aki mindenit odaadja, adakozó lelkület, mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. A történés kell, hogy feszültségbe állítson minket. Én magam hol vagyok jelen a templomi közösségben, mennyiben szolgálom Isten országát. Itt nem önmagában csak maga az adakozás a kérdés. Persze, próbáljuk Isten országát munkálni, keresek a lehetőséget, anyagiakkal is segítsük, de kérdés az, hogy én magam teszek-e erőfesztést azért, hogy Isten országa bennem által is növekedjék. Anyagi erőforrás, szellemi erőforrás, bármi más, amim csak van, amiért csak volt. Az, hogy az írástudó egyfelől persze tanít, és persze köszöntik őt, megél belőle, de valahol azon túl nem lép, erőfesztést nem tesz a dolgokért. Az özvegy, amiért csak volt, lényegét adta, amit lehetett, aki csak dobott a persejben. Én azt gondolom, hogy az özvegyasszony például kell, hogy sarkoljon minket is, nagyobb erőfesztésre. Kell, hogy még többet adjak magamból. Sok gazdag sokat dobott be, de az özvegy mindenét, amilyen csak volt, oda tette. Mire hív az Isten? Mindenképp arra, hogy tényleg próbáljuk egész lényünket, egész személyünket, mindent tud áldozni. Nem lehet a mammonnak is áldozni, nem lehet meg az Istennek is áldozni. Az Istennek adni mindenünket, anyagi erőforrásunkat, erőnket, mindent, amit lehetséges. Mit is kívánhatnék a Győisten, hogy valóban az özvegy például ott legyen, sarkoljon minket. A Győisten, hogy merjünk többet adni magunkból. A Győisten, hogy olyában akkor, amikor Isten színelkelünk és mérlegeli életünket, mondhassa, menj be urad örömébe, Krisztus, ami urunk által. Amen.